A vezérfonal egyébként a 21. verség jelölte ki a mai értelmezendő igét, hiszen amikor készültem, akkor én végignéztem az egészet, meg átfordítottam az egészet, és végül a jól ismert 16. versnél maradtam, mert úgy éreztem, hogy annyi üzenetet hordoz, hogy általában a mindenkori ember számára, hogy nem tudtam volna olyan mértékben leszűkíteni, hogy a többi verset is hozzávegyük, meg is időbe is beleférjünk. Nem véletlen mondják egyébként a János 3.16-ot a Biblia szívének, és méltán mondják azt, hogy ez tulajdonképpen a Bibliának valahol a középpontja, a szellemi középpontja. Ha a történeti keretét nézzük, ugye magának az elhangzott kis ige szakasznak, akkor úgy kell értenünk ezt az egészet, hogy Jézus Krisztus megjelent a, mondjuk azt, hogy a zsidó vallásosság palettáján. Gyakorlatilag ugye a régi zsidó vallásos közegek megdöbbennek ezen a dolgon, a farizeusság azonnal megpróbálja lecsekkolni az újonnan érkezett tanítót, és megpróbálja kicsit bekategorizálni, hogy na most akkor hova is tegyük ezt a újonnan érkezett mestert. És elküldenek maguk közül egyet, egy Nikodémus nevű egyébként elég szelíd, meg kedves természetű, jó indulatú embert, aki később a hagyomány szerint a tanítványává is lesz Jézus Krisztusnak, és elkezdi kikérdezni a mestert, hogy na most akkor hogy is vannak ez a dolgok, mit is tanít, meg mire akarja kiélezni a dolgokat, és utána azt látjuk, hogy Nikodémus ebben a beszélgetésben megakad, és végül Jézus ebben a beszélgetésben elmondja a jól ismert igeszakaszt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülő fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élet legyen, és érdemes lesz kielemeznünk ezt a kis mondását Jézusnak, és azt kell látnunk, hogy merőben új megvilágításba fogja helyezni mind a vallásosságról alkotott nézetét az embernek, a mélyben létéről meg a céljáról alkotott nézetét az embernek, mind pedig az Isten és ember kapcsolatát új megvilágításba helyezi, nem csak az akkori ember számára, de azt gondolom, hogyha mélyen belenézünk az igének a mélyébe, akkor a mai ember számára is mond újat a János 3.16, és akkor nézzük meg, hogy mi az a tanítás, ami ebben a kis szövegben megjelenik számunkra. Az egyik dolog, ami nekem kiemelkedett ebből a ebből a kis üzenetből, hogy Jézus, mint messiás, nem csupán a bűnös emberért jött. Azért is, de nem csupán a bűnös emberért jött, hanem vele és az általa bukott egész univerzumért jött Jézus Krisztus. És az embernek ezt kell látni, hogy ő, amikor megváltóként jött, nem csak értünk, de a mi világunkért is eljött. Érdemes figyelnünk a szöveget még egyszer, mert úgy szerette Isten, és most jön, hogy az érdekessége nem csak az emberiséget, a világot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az értelmezésnél, ugye a világ szóra tegyük most először a koncentrációnkat, és arra figyeljünk, mint amiért Isten föláldozta az ő fiát, és mint akiért a fiú meghalt. És azt gondolom, sokkal többet fog nekünk mondani ez a kis kitétel, hogy a világért jött, hogyha a görög megfelelítést megnézzük ennek a szónak. Gyerekkoromban, amikor én elkezdtem ugye az olvasásnak a tudományát, meg a tanulmányát, nagyon nem szeret, édesanyám alig bírt rávenni, hogy olvassak, nem akartam elkezdeni ezt a dolgot, és akkor elővette nekem Kálmánynak a könyveit, ugye az indiános könyveket, és akkor én elkezdtem indiános könyveken szocializálódni az olvasás irányába. És az én társaim ekkor már előrébb voltak ugye az olvasmányokban, ők nem Kálmányt olvastak, indiános regényeket, hanem az úgynevezett skifi irodalmat olvasták. A skifi egyébként egy nagyon érdekes terméke volt annak a korszaknak. Az a világ, amiben én beleszülettem, és ami elindult akkor, amikor én megszülettem, mérhetetlen módon hitt a tudomány ugrásszerű fejlődésében, és úgy gondolták, hogy egy óriási ugrásszerű lépcső előtt vagyunk, és valami fantasztikus dolog fog következni majd az elkövetkező időszakban, és óriási dolgok történnek ugye az emberiségnek az életében, és ennek a korszaknak volt egy irodalmi termék, ez volt a skifi, amire azt mondhatnám, hogy ugye tudományos fantasztikus regénynek mondták ezt, de tudományos mitológia volt. Most volt egy sorozat Magyarországon, vagy kiadó Magyarországon, ami ezeket a termékeket ontotta magából, és ugye az én osztálytársaim falták, és akkor egy idő után ugye én is rá szoktam ezekre a könyvekre. Emlékszünk arra a sorozatnak a kiadójára, melyik volt ez? Ez az újság volt, olyan is volt, igen, de a Kozmosz fantasztikus könyvek voltak ezek, ugye. Nyilván, hogy arról van szó, hogy az akkori ember úgy gondolta, hogy a világűr felé tekinthetünk, nem sokára meghódítjuk majd a világűrt, és a görögül ugye a kozmosz az a világűr, vagy úgy neveztük, és hát gyakorlatilag ugye ezért adták ezt a címet neki, hogy kozmosz fantasztikus könyvek, mert a cél is az volt, hogy a világűrt meghódítjuk, na a görög szó itt a kozmosz. Ezért volt ez a szép hosszú mese. Egyébként, hogy azt lássuk, hogy a görög szó ott az, hogy Isten a kozmoszt szerette annyira. És az a megdöbbentő, hogy a korabeli görög értelmesen volt más, mint amire most alkalmazzuk, akkor is a világ mindenséget jelentette, egész pontosan az általunk ismert rendezett világot.
ami rendezett világnak mondható, az magába foglalt mindent. Jézus a görög szó, Jézusnak a mondása a görög kifejezésben így hangzik, hútozgár égapészen ho teoszton kozmon. A kozmos szerette, a világ mindenséget szeret Isten annyira, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy el ne veszem, hanem örök élete legyen. Gyakorlatilag azt kell látnunk, hogy az egészet együtt, a maga monumentalitásában és részeiben is, szerette ugye a galaxisokat, a galaxisoknak a csodáit, szerette a bolygókat, a bolygóknak a különböző lenyűgöző különlegességeikkel együtt, a benne lévő élőlényeket szerette fajtánként, meg egyénenként, és szerette az emberiséget, emberiségként is, nemzetként is, és egyénként is szerette Isten az egész, ezt a dolgot, de az egészet szerette. Na most, ami az érdekesség ennek a kitételnek, hogy amikor Nikodémus hallgatta ezeket a szavakat, akkor ez valami elképesztően megdöbbentő volt számára. Mint amikor valakit úgy bum, melbevernek. A szavakkal melbevernek, mert ugye gondoljunk bele a korabeli zsidóságnak a gondolkodásába, kb. Úgy gondolkodtak, hogy ha majd jön a messiás, akkor az kinek hoz megváltást? Nekünk zsidóknak. Ha még valaki farizeus is, ugye Nikodémus farizeus volt, benne volt a fejében, hogy de tám még közülünk se mindenkinek. Néha előbukkan ez a kegyesség egyébként a világtörténelemben. Van egy ilyen kis anekdota egy törvényeskedő kegyességi megújulásról, amikor ugye század elő megújult egy ilyen keresztény menet, és akkor ugye a törvényeket szabtak, hogy kinek mit kell csinálni, és akkor ugye beszélget egymással a törvényeskedő kegyességnek a indítója meg a feleség, az aztán sem mondja a fővezetője ennek a törvényeskedő kegyességnek, hogy te asszony, én elgondolkodtam a gyülekezeten, hogy hát nagyon nem vagyok, a gyülekezetben tulajdonképpen két emberben vagyok biztos, hogy üdvözölni fog, de benne csaljuk egészen biztos. Na ez a törvényeskedő kegyesség, a farizeus ilyen volt, a zsidó azt valószínűleg üdvözül, de, gondoljuk bele abba, hogy hát a paráznanők, a zsidó az vámszedő, galileai. Majd ugye Jézus történetben szívén előjönnek, hogy az üdvözülni fog, hát csodát. Az nem, ugye úgy gondolta a farizeus. Az már óriási nagylelkűség, ami farizeusban nem volt, de óriási nagylelkűség lenne, azt mondanánk, hogy a samaritánus, aki majdnem ugyanolyan hisz, mint mi, az üdvözül. Vagy esetleg az istenfélő pogány, a prozelita az üdvözül. De talán, az meg már nagyon-nagyon kitoltuk a lehetőségét. Hát az, annál sokkal szűkebb, gondolja a farizeus, de hogy más nemzetből, hogy római, vagy görög, ez a zsidónak ez hihetetlen. És ennek a mentén kell látnunk Jézusnak a mondandóját. Nem azt mondta, hogy nem, hogy még a római, még a pogány görög is üdvözül, hanem bárki, aki hisz az Istenben és Krisztusban, és vele, a bárkivel, a világegyetem. Azt mondja, hogy a koszmosz. A koszmosz, és a zsidónak azt jelenti, hogy hoppá. Ha. És hogy mennyire úgy látta a korabeli kereszténység ezt a dolgot, ahogy most én ezt megpróbáltam befejteni, később azt mondja az apostol, hogy a római levélben Pál azt mondja, mert a teremtett világ is, hogy erre utal vissza, vagy erre reflektál vissza, mert a teremtett világ sóvárogja a vágya Isten fiának a megjelenésént, a teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is, kozmosz, a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgasságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Na, hogy mitől? Ugye mitől a János 3.16 a Biblia szíve és szellemi középpontja? Hát azt kell látnunk, hogy ettől. Tehát a megdöbbent üzenettől Istennek arra az elképesztően nagy és tág és felfoglalhatatlan szeretetére reflektál, ami ebben az üzenetben benne fekszik, hogy olyan mértékben, az egész világ olyan mértékben szerette, hogy az ember nem is tudja elképzelni. Nem is tudja elképzelni. És ez a kijelentés Istennek azt várja a mindenkori embertől, hogy én az ember is lépjek ki a szűkebbülségből, és ne csak az esetleg mellettem ülő, meg mellettem álló emberre nézzek úgy, hogy ő belefér ebbe, hanem az egész világegyetem benne van abban, hogy Isten ezt meg akarta menteni. És az ő egyszülött fiát áldozta érte, és méltónak tartott arra, áldozatot hozzon ezért a világért. Kilépni a szűkebbülségből nem egyszerű dolog. Tegnap volt egy film, a Robinson Crusoe földolgozása. Nem az eredeti történet szerint játszódott a dolog, de tegyük hozzá, hogy viszont a korszak a gondolkodását nagyon szépen megragadta a film.
Volt benne egy érdekes dolog, ugye a Robinsonnak meg kellett birkózni, ugye a 1700-es évek az a 16. század, jól mondom? Segítsen ki valaki, köszönöm, igen, 16. század. 16. században ugye megindult a kereszténységnek a kegyeskedő, hogy hívják, az előbb mondtam pedig milyen kegyességi, kicsit törvényeskedő kegyességi vonulata, és ugye térítették a világot, és nagy elánnal csináltak egy dolgot, és mindenki más lenéztek, hogy hát ez olyan vadember. És ugye Robinsonnak megdöbbentően kellett rájönni arra, hogy az a vadember is ember. Van benne szeretet, néha meghazudtol engem jó hozzáállásban, meg egyebekben. Szóval a szükkeblőségből kilépni, a tágkeblőség, Isten szerette a világot, a kozmoszt. Nem csak a Robinson szerette, a pénteket is szerette. Nem csak ezt a földbolygót szerette, de az egész univerzumot szereti. Ezt kell az embernek érzékelni. És hogy annyira szereti, hogy értem is áldozta Krisztus, de minden másért ebben a világegyetemben. Ez egy nagyon fontos üzenete ennek a kitételnek. Másik fontos üzenete ennek a kitételnek a Messiásról szól, a személyéről, és azt fogalmazza meg, hogy Jézus nem csupán egy proféta. Nem csupán a proféta, ugye a Mohamedának mondják, Mohamedről, hogy a proféták pecsétje, az azt jelenti, hogy az utolsó. Hát, hogy mennyire pecsét, az ugye nekem kérdéses, mert nagyon más, mint az ószövetségi proféták. De itt az igen mond Jézushoz az, hogy ő nem csak a végső, a nagy proféta, hanem azt mondja, hogy Jézus olyan valaki, akihez hasonló nem volt és nem lesz. És ettől ő a szabadító. Hogy ilyen nincs több. Egyetlen ilyen volt és lesz és van. Mint amilyen ő volt. Érdemes volt egy picit a másik irányba terelni, a másik szóra rá koncentrálnunk a kitételből, mert úgy szerette Isten a kozmoszt, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Az egyszülött fiú kitétel is érdekes. Az új szövetség, hát ugye olyan korszakban íródott, amikor javarészt ugye a kultúrnyelv az a görög volt. Hogy volt-e a János evangéliumának arán megfelelője, nem tudom, ugye a héberek kora már kihalt nyelv, tehát szent nyelvként még használták, és helyette hasonló nyelvként az arám jelent meg a köznapi beszédben. De azt is figyelembe kell vennünk, hogy miközben a héber kihalt nyelv volt, azon közben nagyon sok, főleg Palesztinában élő zsidó, a héber nyelvet szent nyelvként ismerte. Ez azt jelentett, hogy napközben nem beszélgettek héberül, de a Bibliát, azt így olvasták és így értették, igei szinten ismerték. Most éppen ezért én tételeznék föl ebben a szövegben egy görögben visszaköszönő hebraizmust, ami ugye azt akarná jelenteni, hogy ugyan görögül vannak leírva a szavak, de ez a héber gondolkodást fejezi ki. A görög nem beszélt volna így, nem mondott volna ilyen szót, ha le akar írni ugyanezt. Másként mondta volna, ez a szó héberül értendő, vagy a héber és zsidó gondolkodásként értendő. És innen kéne megközelítenünk a továbbiakat, hogy nemrég beszéltünk ugye az angyalokról, egész pontosan múlt vasárnap, és említettük a Noé történetét, amely történetben a mennyei lényeket hogy is nevezi Noé? Istenfiak. Lejöttek az Istenfiak. Csináltak, amit csináltak, nem ez a rész a lényeges, de gondoljunk bele, hogy Nikodémus azt hallja, hogy aki most lejött, az az Istenfia. Kapásból azt mondja neki, hogy nem csak e világi földi létből származó valaki, egy ember, aki majd okosakat mond, de Istentől küldött, de ember, hanem ő nem e földi, nem ebből a világból. Emberi testben van itt, de mégsem ebből a világból való. Ez már maga megdöbbentő Nikodémusnak. És az még megdöbbentő lesz, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül a jelzőt is az Isten fia mellett. Azt mondja, hogy Isten egyszülött fia. Aki lejött, az az Isten egyszülött fia. Ugye görögül monogenész. Nem is prototokosz, hogy elsőszülött, hanem monogenész, egyszülött. Ugye a mono az az egyet jelenti, a genaus igéből pedig, ami születést jelent, ugye egyszülött. Most ami azért megdöbbentő, mert az azt jelenti, hogy ebből egy van. Ilyen több nincs. Ezt akarja kimondani a szó. Amikor lejöttek az Isten fiak, azok azért kapták ezt a nevet, mert ugyan teremtett lények, de valamilyen szinten mások, mint az emberek. A Krisztus és az Isten viszonya az a monogenész. A születés szóval írható le. Nem teremtéssel, a születés szóval írható le, hogy csak valami nagyobbra utal-e, vagy se, azt ugye nyilván nem. De annyira bensőséges ez a kapcsolat, hogy ezt csak ezzel lehet megfogalmazni a földi viszonylatban. Nincs több ilyen. Se
földi viszonylatban nincs több ilyen, se mennyei viszonylatban nincs több ilyen, mint Jézus volt. Erre mondotta a zsidókhoz írt levél, ugye, amit idéztünk a múltkori alkalommal, hogy miután régen sokszor és sokféleképpen szólt az Isten a proféták által, ebben a végső időben a fiú által szólt, aki által a világot teremtette, ő pedig Isten dicsőségének kisugárzása, monogenész. Az Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, ugye monogenész megint, és annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Nincs ilyen több. Egyedülálló. A küldetés egyedülálló, mert a világ mindenséget kell legyezegybe megmenteni, a pusztulásból kihúzni, és egyedülálló személyiség kell ez az egyedülálló feladathoz, mert erre proféta nem képes. Emberi messiás erre nem lenne képes. Időről időre megjelennek tanítók meg tanok, amelyek Jézusnak ezt az egyetlen voltát megpróbálják megkérdőjelezni. Hát miért csak Jézus, hát miért nem lehet, stb. Meg Mohamed is, az mindig előkerül ebben a dologban, mert ehhez a feladathoz ember nem elég. Gondoljuk bele, mennyire megdöbbentő a zsidóságnak ez a kitétel, meg Nikodémusnak, meg a farizeuságnak ez a kitétel, mert ők amikor a messiást várták, akkor azt várták, hogy a Dávid fia lesz. Dávid törzsökéből, vagy papi, profétai küldött, de emberi küldött. Ez a feladat egyedülálló valakit követel, és erre egyedül ő volt alkalmas. És azt hadd mondjam azt, hogy a Jézus műnek a nagysága, az érvényesség kiterjedése, meg a kihatása egész addig nem lesz érthető az ember számára, amíg ezt a tényt, hogy ő egyedülálló el nem fogadja. És rá nem érez, hogy ő tényleg az. És hogy mit jelent? Ez nagyon jól megvilágítja egy régi keresztény kis tanmese, ami azt gondolom erőteljesen kifejezi azt a problémát, hogy miért nem alkalmas a világ megváltására bárki más emberi megváltó. Arról szól a kis történet, hogy van egy ember, ugye boglászott az erdőbe, beleesett egy gödörbe, a gödör alján összetörte magát, tehát kimászni nem tudott, és akkor jönnek ugye a nagy vallásalapítók, jön Buddha, és akkor lenéz a gödörbe, és azt mondja, hogy hát fiam, ugye meditáljál, és ha eleget meditáltál, akkor rá fogsz érezni arra, hogy a szenvedés az csak illúzió, és akkor megszabadulsz. Aztán tovább megy a gödörtől ugye az illető, hogy szenved tovább, és akkor megjelenik Mohamed, és azt mondja, hogy fiam, Allah rendelése, nyugodj bele, ezt tudod tenni, és kész. Megjelenik Jézus, járva szót nem szól, lemegy a gödörbe, és kihozza. Ez a különbség. Ő a monogenész, az egyedüli, aki ezt meg tudja csinálni. Ezt akarja elmondani a kitétel. Isten a kozmoszt, a világegyetemet szerette annyira, hogy az ő egyszülöttjét, az egyedül ilyet küldte le, hogy fölhozza az embert a semmiből. Amire még rámutat a kitételünk, az az, hogy mi az, amit Krisztus felkínál az embernek. És amit ő felkínál, az nem kevesebb, mint az, hogy a lassú, semmibe csúszásból visszahúzza a világegyetemet. Ugye megint nézzünk rá az ige szakaszra, mert úgy szerette Isten a kozmoszt, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen. Na mit jelent ugye ez a kitétel, hogy el ne vesszen? Nyilván nem az az érdekes, hogy mi mit értünk alatt, hanem Jézus mit akart mondani vele. És ugye görögül úgy hangzik, hogy mé apolétáj, amiben a mé a ne, net értendő része a kitételnek. Az apolétáj pedig az apolümáj igéből származik, ami ugye az elveszésnek nem a magyar elsődleges értelmét hozza. Ugye magyarban az elveszni azt jelenti elsődlegesen, hogy hát eltűnt, azt akkor meg kell keresni. Valahol megvan, azt csak tudom, én elhánytam. Én gyakran tudok eltüntetni dolgokat, és akkor Editet szoktam hívni, hogy ugye ő a keresőfelelős nálunk, és akkor megtalálja helyette, amit én eltüntettem. Ez egy nagyon jó megosztás egyébként. De az a lényeg az, hogy az elveszésnek ez az elsődleges értelme, de itt nem erről az elveszésről van szó ebben a szóban, hanem valami sokkal erőteljesebb. A magyarban ez másodlagosan értelme ennek a szónak, tudni, hogy azt jelenti, hogy valami elpusztul, megsemmisül, megölik, és onnan húzza vissza. A kozmoszok az eredeti sorka az, hogy megsemmisüljön. És van erre tudományos érvek is vannak, hogy ez így kellene, hogy történjen
előttük álló tudományos ismeretek szerint. Ugye két elmélet vitatkozik, de mind a kettő csúnyán végződik. Ugye az ősrobbanási elmélet, hogy arról szól, hogy volt egy ősrobbanás, és akkor megindult a kozmosz szétterjedni egy bizonyos pontján, mivel úgy alakultak a fizikai körülmények, ahol kialakult az élet, ugye ez egy nagyon nagyszerű dolog. De ugye akkor a gravitáció robbanás után is, hogy egyszer csak elkezd összehúzni a világot, megy, és akkor egész kis picike pontba sűrűsödik minden, és akkor megint nem élhető a dolog. De megszűnik az életnek a lehetőség. Ez az egyik sorsa a kozmosznak. A másik lehetőség az, hogy azt mondják némelyek, hogy hát ugye a gravitációt azt szét fogja törni, vagy le fogja győzni ez a széthúzás, mert akkor ott a robbanás, és elindul, megy, és egyszerűen csak kialszanak a csillagok, és gyakorlatilag sötétbe borul a világ, és olyan hideg lesz, hogy ott nem lehet élni, és akkor meg az élhetetlen. De akár így, akár úgy, minden forgatókönyv szerint a világ sorsa az, hogy kampec. Arra felé halad. Most a Biblia azt mondja, hogy a világegyetem sorsa nem valamiféle közönös fizikai szükségszerűségből az, ami, hanem az embernek a lázadása rántotta a világegyetemet, az egész világegyetemet erre az útra, és a pusztulás még csak nem is olyan ennek a világegyetemnek, hogy hát most ér aztán az úgy eltűnik, és akkor egy kellemes halála volt, mert nem észre se vette, hanem ez egy nagyon hosszú agonizálás. A világegyetem halátusai nagyon hosszú agonizálás. Több milliárd éves agonizálás, és a vége a szükségszerű pusztulás, ami lassú, de biztos. Csúszás afelé, hogy eltűnjön a semmibe, és mi ebben a csúszásban élünk benne. Ennek a megállíthatatlanságát egyébként az ember is át szokta érezni, amikor egy picit bele tud gondolni, bele mer gondolni abba, hogy ugyan milyen óriási erők működnek itt körülöttünk, akár természeti, akár kozmikus, akár pedig történelmi erők. Mert az még csak megtörtént, hogy egy francia forradalmat több nagy nemzet összefogásával megfogták, leverték, aztán utána a kihatásot még se tudták megállítani. A történelmi erőket még csak kezelgetjük, de mit kezdenénk egy hatalmas meteorra, ami csak úgy becsapódik a Földbe. Az ott minden szintéget. Mit kezdenénk egy kitűrő meg a vulkán? Ugye, világégés és kész, ennyi. Mi történnék akkor, hogy a csillagok elhalványulnak és eltűnnek? Meg tudnánk-e állítani ezt a folyamatot? Ki tudnánk-e használni a csillagok kitörésének az energiáját? Mind-mind arról beszél, hogy nem kezeljük. Nem tudjuk, nincs erőnk kezelni a világegyetemnek az útját, egyszerűen befolyásolni se tudjuk. Benne élünk, vele haladunk, de nem tudjuk befolyásolni. És a világegyetem a pusztulás útján van. Úgy, hogy mi nem tudjuk kezelni ezt a dolgot, és a Jézus üzenetben, ugye a János 3.16-ban az hangzik el, és ebben nem kevesebb hangzik el, hogy az az Isten, aki ezt a világegyetemet annak idején hatalmát létrehozta és megteremtette, és ezt a monumentális valamit összetudta hozni, amit mi kozmosznak nevezünk, az az Isten ezt a világegyetemet a zuhanásból is ki tudja emelni. És vissza tudja húzni, és egy olyan stabil pályára állítja, amit mi életnek nevezünk, vagy nevezhetünk. Érdemes látnunk mindezt, ugye, és a János 3.16-ban ebben az fogalmazódik meg, hogy Istennek erre hatalma van. És amikor az ember végül arra is rádöbben, hogy a világegyetem nem magától került erre a pályára, a pusztulás pályájára, hanem miattunk került erre a pályára, mert mint Istennek a helytartói rosszul kezeltük ezt az egész dolgot, akkor ez az ígéret még fényesebb lesz. Oda lögtük, ezen az úton megy, és a vége nagyon rossz lenne, kezelhetetlenül elrontottuk a dolgokat, de jött az Isten. És ebből a dologból, ebből a lefelé zónásból kiemelte a világot, és ha ez így van, akkor egyetlen helyes válaszreakció létezik erre, hogy az ember leborul ezelőtt az Isten előtt, és hálát ad azért, hogy meglettünk mentve. Hogy megtörténik a megmentés, és hogy Isten új esélyt ad az embernek. És mindig Krisztusnak a tettének az értékéről, meg érdeméről szólva, amit Krisztus felkínál, az nem kevesebb, mint az anyagi biológiai élet állandósult, egyirányú és felfelé tartó megújulása. Érdemes még az utolsó kitételre is ránéznünk, vagy szószetételre ránéznünk a János 3.16-ban, és megfogalmazni azt, hogy mit akar mondani vele ez az ége számunkra. Azt mondja a szöveg, ugye ismételve még egyszer, hogy úgy szerette Isten a kozmoszt, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne el ne veszem, ugye eddig mondtuk az előbb, hanem örök élete legyen. Hogy a Teremtő nem engedi a pusztulásba zuhanni a kozmoszt, az nem csak annyit tesz, hogy a további pusztulással megáll, és akkor ugye stagnál egy bizonyos ponton. Egy darabig rohant lefelé, és
pot megállt, és akkor jó, hát akkor ez már egy tűrhető állapot, azt akkor ott marad. Nem. Azt jelenti ez a fajta megállítás, hogy egy új pályára lesz helyezve, és az előzővel ellentétes pálya, mert az lefelé tartott, ez meg egyenesen fölfelé, folyamatos fejlődést jelent. Érdemes megnéznünk azt, hogy amikor a magyar szöveg azt mondja, hogy örök élet, akkor Jézus milyen jellegű örök életre gondolt. Ugye az örök élet, az örök létnek az értelmében egyébként nem lenne kunszt, egy óriási ígéret ugye a korabeli embereknek. Úgy gondolták, hogy minden örökké létezik, ugye a zsidóknak volt a Seol, ahol a halottak ott senybednek, mert nincs ugye testük, csak lelkük van, görögöknek ugyanez volt a Hádész, tehát hogyha azt mondja Jézus, hogy örök lét, akkor a zsidó azt mondja, hát jó van. Vagy az egész világ azt mondja, ugye a régi vallások, de miért jó az, hogy ilyen feles állapotban létezünk. Az ősi világ számára ez egy ijesztő alternatíva, hogy egy ilyen fura, anyagtalan létbe kerülünk, amiben az életnek a mindenféle élvezetének a lehetősége megszűnik számunkra. Amikor Jézus örök életről beszél, akkor egy nagyon különleges kifejezést használ, amit magyarul mi örök életnek fordítottunk, az görögül úgy hangzik, hogy Zoe Aionios. És a Zoe-ra azt kell tudnunk, hogy az nem úgy általában az életet jelenti, hanem a Zoe a biológiai, anyagi biológiai életet jelenti a görögben. Az Aionios pedig az Aion szóból származik, az Aion pedig ugye ez korszakot jelent. A korszak pedig egy nagyon hosszú időtáv, de érdekes, hogy hogyan értelmezik ugye ez a hosszú időtávot. Valamikor elkezdődik, valamikor véget ér. Előtte nem olyan volt a világ, mint amilyen most, és utána sem olyan lesz, mint amilyen most. Ez egy jól lefedhető időszak, indul valahonnan, érkezik valahova, hosszú, de elmúlik. Azt mondja Jézus, ugye Zoe Aionios, korszakos biológiai élet. Vagy korszakokon átívelő biológiai élet. Na, elképesztő ez az ígéret. Amikor az ember a korszakról gondolkodik, akkor az pontosan tudja, hogy hosszú, de véget ér, és egyszer csak lezárul, és ami eddig történt, az többé nem létezik majd benne. Gondoljunk a germán mitológiára, abban a Ragnarök nevű hát ugye világégésre, ahogy ezt ők értelmezik, hogy hát ezt a mai világ korszakot uralja a Thornak, meg az Odin nevű istennek ugye a érája, meg a hatalma, az megy valahogy, és akkor még jön a Ragnarök, akkor összekülönböznek ugye a másfajta szellemi hatalmasságokkal, hatalmas háborút, mindenki meghal, ezek az istenek is, meg akik megtámadták, azok is, és akkor gyakorlatilag valami teljesen úgy fog kezdődni. Ez a korszak. Hosszú ideig tart, de egyszer megszűnik, és utána teljesen megkezdődik, és minden, ami addig volt, az eltűnik. Hogy ugye a hindu mitológiában ezt a korszakot jugának hívják, óriási intervallumokat jeleznek, de mindig úgy tartják, hogy ezek megismétlődnek ezek a dolgok, és hát ugye két korszak között, két juga között a Brahman nevű teremtő istenség az alszik, aztán majd újra teremti, mikor látja, hogy ez a dolog még felével, és akkor látja, hogy megszűnt, akkor újra teremt mindent. És a létünk az egy ilyen ájomon belül értelmezhető csak. A földi ember lét az még kevesebb időszakban, de az ájom végén utána minden lenullázódik. A Zoe Aionios az olyan élet, ami átmegy ezeken a korszakokon. Ami túléli a korszakokat. Sőt, minden egyes korszak végén egy szinten magasabbra lép. Minden egyes korszak előre viszi. Nem megsemmisíti, előre viszi. A Korintus levélben van egy érdekes kitétele Pálnak, azt mondja, hogy elváltozunk. Arra szakaszra gondol, amikor ugye megérkezik az, hogy némelyek a föltámadás, a Krisztus megérkezésekor meghaltak, azt föl fognak támadni, mi akik nem, azok mi elváltozunk. Lezárul egy korszak, és jön a létminőségbeli ugrás. És nagyon hangsúlyos az, hogy ez nem egy csupán valamiféle spirituális dolog, meg állapot, hanem anyagi mi voltot jelent. Az első lépcsője egyébként a János levelében szintén le van írva, azt mondja, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Zoe Aionios, korszakokon átívelő lett, és minden korszak zárásnál és átépésben él az újba, van egy ugrás, egy minőségi ugrás előre. A végtelenségig. Ezt akarja, hogy ez a bizonyos kifejezés. Az egész kijelentésre egyébként egy
régi hasonlat jutott eszembe, amit zenére is átültettek, zenei számba is átültettek valakik. Arról szól a kis hasonlat, hogy van egy árverés, az árverésen ugye ott a sok hónap között egy ócska hegedű, és akkor hát ugye kiteszik árverésre, hogy na most akkor kiveszi meg, és hát ugye elég kicsi már eleve az árverési ár, és nincs licitálás, senkit nem érdekel, ronda, kopott hegedű, mit kezdjünk vele. Aztán képen derül valaki, elkezd játszani gyönyörűen a hegedűn, és elkezd fölfelé kúszni az ára a licitnek, és egyre többen ajánlanak egyre többet, és akkor valaki nem érti, és döbbent kérdezi, hogy na most akkor ez most hogy van meg, mik? És akkor mondja valaki, hogy na ennyit tesz a készítőmester keze. Általában arra szoktuk alkalmazni, arra alkalmazzák a példát, hogy az én itteni földi életem el van rontva, sok rossz van bennem, és akkor olyan vagyok, amilyen, de ha Isten kezébe átadom az életemet, megtérek, akkor onnantól kezdve egy teljesen új irány vesz fel az életem. Teljes mértékben ül a példa, de alkalmazzuk ezt egy picit az anyagi dolognak, anyagi világnak a létére is. Ugye most a bűrontást alatt azt látjuk, hogy ez a világ nem jó, meg borzasztó, ami benne van, meg nem sok erő látszik benne, bár azért tegyük hozzá, hogy azért néha-néha fölismerhető. Tehát a sok rossz között fölismerhető mind a jó, mind az erő benne. Én ugye leéltem az életemet, voltak benne nehéz percek és fájdalmak is voltak benne, de őszintén nézek rá, nem úgy, mint Buddha, hogy nem mondom, hogy nézett rá, mindegy, most nem minősítünk, de a lényeg az, hogy őszintén nézek az életemre, akkor azt kell mondanom, hogy abban volt nagyon szép is. Ebbe a föld életemben is volt. Nagyon szép is. Nem mondhatom, hogy ez nem létezett benne. Vagy amikor, ugye, nem vagyok nagy mezőgazdász, nem is leszek valószínű most már, de amikor ugye fülöpszálláson elkezdtem így azzal foglalkozni, hogy mit kezdjek ugye a földdel, hát akkor bevetettünk borsót, egyebeket, és ugye ez egy jó kis rögös föld volt, és akkor hát borsónak annyi kész, és egyszer csak azt a jó kemény, puf, széttörte. Egy picike kis mag, és kijött. Mekkora erő van az életben. Mekkora erő van az életben. Néha rásejtünk, tehát nem teljesen úgy van, hogy az ember nagyon sokszor hajlamos beállítani, de a föld életben mégis így látjuk, hogy az életben nagyon sok a rossz, és nem sok erő van benne. De milyen beláthatatlan pozitív irányba tudja vinni az, aki ezt az egészet megalkotta. Milyen nagyszerűt tud kihozni a mi anyagi létünkből és életünkből az, aki ezt az egészet megteremtette. És ez az ígéret rejlik benne a János 3.15-nak a végében. Örök életet. Örök életet kínál föl Jézus. Korszakokon átívelő, korszakokat áttörő, és korszakokon minőségi ugrást végző életet ígér a János 3.16, és ennél nem kevesebbet. Ja. Mondjuk, hogy János 3.16 a Bibliának a szíve, és amit üzenni akar számunkra ez a kis mondás a Jézusnak. Nem csak értünk jött el, de az egész univerzumunkért. Benne értünk is, de azért a világért, ami bennünket megteremtett és megalkotott, ahova helyezett, hogy ott élni tudjunk, azért is eljött Jézus Krisztus. És bennünket úgy fog megmenteni, hogy a létezésünk alapjait is megmenti. Ezért vállalt áldozatot. Ő nem csupán egy, a sok vagy néhány nagy ember közül, ő az egyedülálló, az egész világ mindenségben láthatóban is, és a láthatatlanban is. És csak így tudta elvégezni a küldetését. Mert csak egy egyedülálló messiás tudja megtenni ezt a küldetést, ami feladatként előtte állt, mert ez a feladat minden másnak az erejét, az embernek mindenféleképpen, de mennyei lénynek az erejét is meghaladta volna. És nem kevesebbet ért el Jézus Krisztus, mint azt, hogy azt az iszonyú lefelé futást, amit a világ ugye az ember bűnbeesése után végzett, azt ő megállította és visszafordította. És amit pedig ez az egész eredményként hozott az, hogy egy olyan életet ad annak, aki elfogadja őt, ami a korszakokon át fog tudni ívelni. Korszakra megújul, és betölti a maga rendeltetését az örökké valóságban. Amen.